Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Jövő Egyesület és a Jövő TV közös vitasorozatán, a Jövő Klubon. Örülünk, hogy ilyen sokan eljöttetek itt a koronavírus miatt keltett pánik ellenére. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat dr. Siffer András és Kádár Barnabás. Ugye a mai téma apropóját talán többen ismeritek, hogy korábban már szóltunk arról, hogy mégis hogyan tud a YouTube-on terjedni különböző tartalom, van-e ott helye a politikának. Nemrég volt két csatorna letiltás is, ugye a Pesti Srácoké és majd később Gyurcsány Ferencé. Ezután volt egy tüntetés, és úgy gondoltuk, hogy most megszervezzük ezt a vitát, hogy valójában a korlátlan internet az korlátlan hatalmat jelent-e. A klubunk egyébként azt szeretnénk, hogy a két hetente megrendezésre kerülne, két hét múlva lesz elvileg a következő vitánk, bár még a meghívottak kapcsán még vannak egy kis fennakadások, de annak témája várhatóan az lesz, hogy kell-e közös lista, vagy nem kell közös lista 2022-ben. Látom, Andrásen ezt a téma nagyon izgatja őt. De én nem is szaporítom a szót, úgyhogy átadom a vendégeknek, illetve a mai est házigazdájának, Nótin Tamásnak a szót. Köszönöm, jó estét kívánok mindenkinek. Hát egy kicsit nehéz helyzetbe is kerültem, mert Dániel elmondta helyettem a teljes felvezetőt, amit el akartam mondani, még be is mutatott, illetve bemutatta a vendégeinket. Úgyhogy így Isten igazából nincs más hátra, mint hogy belekezdeni a beszélgetésünkben. És hát egy kicsit megengedő leszek abban a szempontból, aki olvasta az eseménynek a leírását, abban azért volt pár kérdés felírva, és ha ezt a vendégeink elolvasták, akkor nem lesz nehezükre, hogy erre válaszoljanak. Aztán természetesen persze majd lesznek olyan kérdések is, amelyekről eddig nem tudhattak. De hát az első kérdés az mégiscsak akkor az, hogy amikor tartalomról beszélünk, internetes tartalomról beszélünk, vagy egy közösségi platformon megjelenő tartalomról beszélünk, az kié a tartalom, a szolgáltatóé, vagy a tartalomgyártóé, illetve hát ugye van-e bárkinek is joga ezeket a tartalmakat egyáltalán cenzúrázni? Ki kezdi meg a... Nem vagyok jogász. Sziasztok, Barnabás. Én nem vagyok jogász, szóval erre nem fogok tudni valamilyen definitív választ adni, hogy ez kié. Amennyit utána olvastam, az alapján ugye nyilván a tartalomgyártónak van először erre joga, amivel először csak ő látja, aztán föltölti, és akkor az angol jogban ezt ilyen information fiduciaries, ez az ilyen információs adatkezelő, informális adatkezelő, vagy valami ilyesmi módon kezelik, amivel lényegben megosztja a tulajdonjogát, vagy annak részeit a felhasználó, de aztán nyugodtan ki lehet javítani, hogyha ez hülyeség. És ugye abból szokott lenni a probléma, hogy a platform az azt mondja, hogy persze igen, a felhasználói a tulajdon, de hát hogyha nem tetszik, ami ott van, akkor azt leszedem. És ugye nem ér túl sokat a YouTubernek az a videója, ami nincs fel a YouTube-on. Szóval ezért nem feltétlenül az erre adott válasz fogja megoldani a kérdést, mert az egy dolog, hogy az enyém, mint mondjuk tartalomgyártó, de aztán a platform azzal úgy rendelkezik, ahogy akar. Ugye most a konkrét esetben is, vagy hát nem is konkrét esetben, de hasonló esetekben föltöltenek valamit, amiben mondjuk van egy jogvédett tartalom, miatt a YouTube leszedi, vagy feljelenti valaki, ahogy ugye a Gyurcsány Ferenc esetében történt, és aztán mire kiderül, hogy mondjuk az az adott jogvédett tartalom nem is probléma, addigra már elúszott úgymond a YouTubernek az esélye, addigra már elteltek napok, abból a videóból ő már semmiféle pénzt nem remélhet. Szóval hiába volt igaza, a végeredményben ő jár rosszul. És ugye a másik probléma meg ezzel, hogy teljesen átláthatatlan a rendszer, tehát nem lehet tudni, hogy milyen okok alapján szednek le valamit, maximum utólag derül ki, hogy ja igen, ez azért volt, mert ebben jogvédett tartalom volt, és itt mindenképpen reformokra lesz szükség, mind Európai Unió szinten, mind pedig akár globális standardek szintjén is, de szerintem ez már egy másik kérdés. Jó estét, köszönöm szépen a meghívást. Hát most a kérdésen kötekedhetnék egy kicsit, nem akarok kellemetlenkedni, mert ez, hogy kié, ez így viszonylag nehezen értelmezhető. Mert egyrészt félértés ne essék, én egyáltalán nem akarom elvitatni, nem vitatom el a tárhely szolgáltató, platform szolgáltatónak azt a jogát, hogy lefektesse azokat a feltételeket, amelyek között tartalmat el lehet helyezni az általa biztosított platformon.
Sőt, tovább megyek. A feltételek meghatározásában addig, amíg zene legyen a liberálisok füleinek, valódi verseny van, addig én azt gondolom, hogy viszonylag nagy szabadsága van ebben a tárhelyszolgáltatónak. A probléma akkor kezdődik, amikor nincsen valódi verseny, és innentől kezdve teljesen fölöslegesek és hazugak a liberális érvek, nincs valódi verseny. Valaki, mint platform tárhelyszolgáltató, monopól, oligopól helyzetben van, onnantól kezdve ez már egy másik történet, de nem erre irányult a kérdés, hanem hogy ki jó, mi ott van. Most független attól, hogy van egy tárhelyszolgáltató, platformszolgáltató, aki alapesetben megszabhatja azt, hogy milyen típusú tartalom kerülhet fel. És most nem csak azokra a korlátokra gondolok, amik szinte evidensnek tűnő korlátok, amikből balhé lett, hogyha mondjuk holnap nekem értenék hozzá, és nyitnék egy ilyen tárhelyszolgáltatót, létesítenék egy ilyen internetes tárhelyet, például mondhatnám azt, hogy én kifejezetten csak képzőművészeti alkotásokat szeretnék ott látni, tehát mondjuk ennek a beszélgetésnek a videóját, hogyha te feltöltöd, ez nem egy képzőművészeti alkotás, akkor én ezt el fogom onnan távolítani. Tehát ilyen joga van, de ettől még, hogyha a kiére, a tulajdonra kérdezel rá, ha ezt úgy fordítom le, nem tudom másként lefordítani, hogy a szellemi tulajdon kié, tehát a megjelent írásnak, fotónak, fényképnek, videónak a szerzőjog, az ahhoz tapadó szellemi tulajdon kié, akkor független attól, hogy most internetről van szó, printlapról van szó, könyvről vagy bármiről, természetesen, amíg az hozzáférhető, az evidens módon azé, aki azt megalkotta, tehát a szerzőt illeti, független attól, hogy ki a tárhelyszolgáltató, független attól, hogy ki töltötte fel, aki megalkotta azt a művet, és az ahhoz kapcsolódó vagyoni jogokat ráadásul nem ruházta át másra, azt teljes körűen megilletik az adott platformon elhelyezett tartalomhoz fűződő, abból fakadó szerzőjogok. A kérdést ezt én azért éreztem pontosan, és akkor pontosítanék is, ugye indultunk egy eseménysorozatból, Gyurcsány Ferencnek a YouTube oldalát ugye egy ideiglenes időre letiltották, vagy leszették, elérhetetlenné tették. A pesti srácoknak a YouTube csatornáját azt pedig úgy vették el, hogy gyakorlatilag azóta sem tudnak visszatérni a YouTube-ra, és több évre visszamenőleg minden tartalmuk elveszett. Viszont ugye a két ügy az abban a szempontból különbözik, hogy amíg Gyurcsány Ferenc YouTube oldalának esetében feltételezhetjük, hogy politikai motiváció állt amellett, vagy amögött, hogy én legalábbis ezt láttam benne, hogy esetleg rossz indulatból, vagy hátsó szándékból vezérelve jelenthették az ő oldalát, addig a pesti srácok eseténél viszont pedig mostanra kiderült, hogy azért egy olyan... A pesti srácok eseténél? Ugye a jelen állás szerint azt tudjuk, hogy egy olyan felvételt tölthettek fel, egy pedofíliával foglalkozó videófelvételt, ami már rejtetten jelent meg, nem nyilvánosan, de a YouTube szabályzata szerint emiatt kerülhetett törlésre, és utólagosan az összes tartalmuk is. Tehát, hogy jogorvoslat szempontjából, ha egyáltalán létezik jogorvoslat az ilyen ügyekre, ezekkel a szolgáltatói platformokkal szemben, nem mindegy, hogy egy ilyen ügynek mi a háttere. De mondok akkor egy harmadik ügyet is, és akkor elvonatkoztatunk ettől a kettőtől. Tehát, hogy azért az is megfordult a sajtóban nem egyszer, hogy mondjuk újságoldalakat, újságcikkeket jelentettek fel különböző Facebook csoportok nyomán, és ennek következtében lehetett vagy ideiglenesen, vagy véglegesen cikket törölni, vagy oldalt eltüntetni. Hát ugye itt több esetről beszélhetünk. Van-e olyan jogorvoslat, ami ezekre az esetekre választatlan? Szerintem itt van az ebbe elhantolva. Tehát, hogy nincsen hatékony. És ez az, amit itt az imént már Kádár Barnabás is szerintem helyesen elkezdett fejtegetni. Tehát először is tegyük rendbe, amit a kérdésbe burkolt állítás elején volt, se Gyurcsány miniszterelnök úr, sem a pesti srácok esetén nincs bizonyíték a politikai motivációra, egyik esetben sincs bizonyíték, viszont mindkét esetben fel lehet tételezni. Ha most itt nagy szemekkel néz rám valaki, hogy miért mondom azt, hogy mindkét esetben, azért, mert azt a 30 éve itt Kelet-Európában ezerrel tolt demagógiát, hogy kérem szépen, itt
gazdasági vállalkozásokról van szó. Hogy gondoljuk, hogy azoknak politikai érdekeik lennének, hát azokat csak a profit érdekli? Hát pont azért. Hát pont azért. Ettől megy előre a történelem kereke pár száz éve, akinek sok pénze van, az befolyást akar szerezni a politikára. Erről ennyit. Mondom, egyik esetben sincs bizonyíték a politikai motivációra, viszont egyik esetben sem lehet ezt kizárni. Én csak rácsodálkoztam, hogy számodra miért evidens, hogy az egyikben van, a másikban meg nincsen. Nyilvánvalóan, hogyha giga cég neki nem tetsző politikai tartalmat be akar támadni, akkor a leginkább felkínált területen támad be. Tehát itt nem, egyébként nem a pesti srácokkal kezdődött Magyarországon ez a típusú konfliktus sorozat, megadja Gábor, akit lehet szeretni, nem szeretni egyetérteni, vagy tiltakozni a nézetei ellen. Rendszeresen évek óta elszenvedi azt, hogy az észosztó Facebook oldalát 30 napokra folyamatosan letiltogatják, annélkül, hogy ott pornográf vagy egyéb bűncselekményt megvalósító tartalmat tenne közzé. Tehát azért ez nem teljesen előzmény nélküli. Konkrét esetre, és utána be is fejezem. Most a hatályos magyar büntető törvénykönyv hasonlóan sok más európai országhoz tartalmazza azt a tényállást, ami egyébként büntetni rendeli a gyermek pornográf felvételeknek a birtoklását. Ebből ugye volt is pár héttel ezelőtt egy eset, egy volt nagykövettel kapcsolatban. Hát én azt tudom mondani, hogy először is egy szolgáltató, hogyha a bűncselekményt lát, tegyen feljelentést, ahogy ezt szokták mondani. A nyomozás az nem gondolom, hogy egy gigacégnek lenne a dolga. Megjegyzem, anélkül, hogy én itt a felvételt láttam volna estében, azért itt tegyünk egy-két megszorítást. Egyik, ami nagyon fontos tisztán büntetőjogi szempontból, ahhoz, hogy valami bűncselekmény legyen, annak a társadalomra való veszélyességét is bizonyítani kell. Én azt gondolom, hogy ha egy felvétel, ha egyáltalán pornográfnak minősül, hiszen ki lett takarva ott gyakorlatilag minden, nagyon nem mindegy, hogy az milyen céllal és kontextusban kerül felhasználásra. Hogyha valaki, egy sajtómunkás, akinek a feladatát egyébként az SMTV meghatározza, kifejezetten egy ilyen bűncselekmény leleplezése céljából használja fel a fotót, bár én azt gondolom, hogy nem túl bölcs dolog, amit tett ez az újságíró hölgy. Ezzel együtt az a fajta veszélyessége, ami fennáll mondjuk akkor, amikor egy nemzetközi hálózatot lelepleznek, és abba beleesik mondjuk egy magyar diplomata, ez a fajta veszélyessége azt gondolom, hogy nincsen meg. Cselekménynek. De mondom még egyszer, ezt majd elbírálja a nyomozóhatóság és a végén a bíróság. Egy dolog viszont biztos. Ha és amennyiben szabályzatot, és most tegyük félre egy pillanatra a büntető törvénykönyvet. Ha és amennyiben szabályzatot szegett a PS, először is azért azt nem szabad félretenni, azt viszont, hogy ez nem egy közzétett tartalom volt. Tehát nekem eleve kérdéses az, hogy fér hozzá bárki egy nem közzétett tartalomhoz. Ez szerintem erős, hogy mondjam, büntetőjogi kérdéseket vet föl másik irányba is. Egy. Kettő. Eleve ott van nekem a problémám, hogy azonos súllyal bünteti egy, vagy szankcionálja egy ilyen cég azt, hogyha valaki zárt rendszerben szerepeltet szabályellenes tartalmat, mint azt, aki nyilvánosságra hozzá. De tovább megyek, és ebből a szempontból pedig nincs különbség a Gyurcsány affér meg a PS affér között, és teljesen mindegy, hogy politikai motiváció van-e bármelyik mögött. Hogy tudnilik, azt lehet látni, hogy érdemi jogorvoslati lehetőség, sőt érdemi tájékoztatás nélkül teljesen aránytalanul járhatnak el ezek a cégek. És az igazi kérdés az, hogy akkor, amikor ezek a cégek erőfölényes pozícióban vannak, magyarul nem teheted azt meg, hogy oké, köszönöm szépen a szolgáltatásodat, átmegyek egy másikhoz, és ugyanolyan sikerrel tudom tovább folytatni a médiapiaci tevékenységemet, vagy politikai tevékenységemet, tök mindegy, politikai piaci tevékenységemet, akkor azt gondolom, hogy nagyon nincsenek rendben a dolgok, és abban volt itt az előttem szólónak igaza, hogy be kell látni, hogy ezt a helyzetet elsősorban európai, illetve globális szinten lehetne megnyugtatóan rendezni.
a belső joggal is lehetne mit tenni, csak a hatékonyságától én sokat nem várok. Nem ez volt a kérdés, hogy itt rövidre is zárom magamat, de az önmagában elgondolkodtató, és nem csak jogászok vagy médiamunkások számára, hogy ahogyan már nem a 96-os, a NER-ben, tehát 2010 végén megalkotott médiaalkotmány definiálja a médiaszolgáltatót, meghatározza, hogy kik a médiapiac szereplői, abban már nem lehet beleszuszakolni ezeket a tárhelyszolgáltatókat. És csak arra mondom, hogy még a 2010-ben, tehát kis túlzással ebben az évtizedben megalkotott média jogszabály sem alkalmas arra, hogy ezeknek a szereplőknek a magatartását kezelje. Nyilván lenne feladata ezért a Magyar Országgyűlésnek is, de nem, tehát a történet az legalább európai szinten vár kezelésre, de attól tartok, hogy itt globális megoldásokat is elő kell venni. Én ezért javasoltam azt, hogy a magyar kormány kezdeményezze azt, hogy a tárhelyszolgáltatók általános szerződési feltétel támasztási jogára szülessen egy külön irányelv, mert a fogyasztóvédelmi irányelv az úgy általában a fogyasztó pozícióját védi. Például az általánosan a magyar polgári jogban is használt fogyasztó fogalomba a kapásból a cégek nem férnek bele, de egy párt sem fér bele, mint demokratikus koalíció, hogyha véletlenül ő az előfizető. A szerzőjogi irányelv az kifejezetten csak a szerzőjogi konfliktusokat tudja kezelni, tehát elkerülhetetlen az, hogy erre a piacra egy speciális irányelvet alkosson az Európai Unió. Ja, az alaphelyzet az, hogy szabályozni kellett volna ezeket már régóta, és ezt nem tették meg, és ezért egyszerűen a cégeknek van egy ilyen előnye, tehát egyszerűen megtehetik azt, amiket megtennek. Nyilván ennek a vége, ahogy Schiffer András is mondta, egy szabályozás kell, hogy legyen. És az eredeti kérdésedre válaszol, vagy amit Schiffer András vélelmezett, ez a politikai indok, szerintem nagyon különböző politikai indokok vannak, tehát a Gyurcsány Ferenc esetében úgy tűnik, hogy egy Magyarországról induló aktor vagy ember indíthatta be ezt a folyamatot, míg a Pesti srácok esetében valószínűleg a YouTube-nak a belső működése, és ezek nagyon más politikai okok. Egy kicsit távolabb mennék, tehát ugye itt van egy technológia, ami alapvetően egy eszköz, és a technológiával nem az a baj, tehát nem a technológia nyom el, hanem a technológia segítségével tudnak elnyomni egyes emberek más embereket, illetve egyes emberek közti hatalmi viszony az átrendeződik. És jelen esetben ugye például a Silicon Valley közeli, de amerikai emberkörnek nagyon nagy hatása van a mi életünkre. Tehát bizonyos szempontból mondjuk azt, hogy miket dönt egyszerre a Facebook, Google, meg a Apple, meg a Microsoftnak a vezetője, az nagyobb hatással van rám, mint mondjuk, hogy a polgármesterem mit dönt. Ugye ez egy kérdés, hogy ez jó-e nekünk. És az a nehéz ebben, hogy ugye olyan szempontból még azt is tudom mondani, hogy szerencsénk van, hogy ugye Amerikából származnak ezek a cégek. Ugye még hogyha nem is nagyon közeli, de azért hasonló kultúrkörbe szocializálódott emberekről van szó. Ha mondjuk elképzelnénk, hogy mit tudom én, egy közel-keleti diktátor találta volna ki mondjuk ezeket a cégeket, akkor nagyon máshogy néz neki az internet. Csak ezzel az a probléma, hogy olyankor, amikor ez alapján, a nyugati kultúrkör alapján, ebben nagyon erősen benne van például az amerikai első alkotmány kiegészítés szólásszabadság felfogása, az például bizonyos esetekben alkalmazzák, aztán bizonyos esetekben nem, de azért alapvetően próbálják alkalmazni. Ez, hát igen, sokszor nem sikerül, ugye azért itt egy lehetetlen ellentét van, egyszerre kell szólásszabadságot biztosítani, és a szólás okozta bántalom, vagy szólás okozta sérelem, mert pedig minimalizálni, ugye ez alapból egy-két valamilyen szinten egymást kizáró dolog. De visszatérve, igen, tehát az amerikai cégeknek nagyon nagy hatása van erre, és viszont ez nem biztos, hogy így lesz a jövőben. Tehát hogy azért azt látjuk, hogy alapvetően ez az egypólusú nyugati kultúrkör, vagy Amerika dominált világrend, ez megy át egy többpólusú világrendbe, és mondjuk én például személy szerint ez a mostani helyzetet se tartom jónak, de például, hogyha a kínai demokrácia felfogás alapján lennének a YouTube videók moderálva, az még sokkal rosszabb lenne, amúgy a pesti srácoknak is, meg a Gyurcsány Ferencnek, meg mindenkinek is, mert mi egyszerűen nem ebből a kultúrkörből származunk. Szóval a feladat az, hogy egy olyan infrastruktúrát alakítsunk ki, ami
ami mindenkinek lehetővé teszi azt, hogy hallhassa a hangját, és ne adjon túl nagy hatalmat egy-egy embercsoport kezébe. Ugye most van egy technológia, itt a mostani problémákat olyasmik okozzák, hogy van egy rendszer, és akkor ezt a rendszert hackkelik emberek. Tehát tudják jól, hogyha feljelentenek jogvédelem miatt például valakit, főleg, hogyha azt mondják, hogy ők a jognak, a szellemi jognak a tulajdonosai, akkor a YouTube köteles intézkedni, mert azonnal leszedett, tehát azonnal nagy bírságot kap, hogyha esetleg mégse intézkedik. De itt ez csak egy tünet, tehát nem ez a probléma. A probléma az, hogy egy olyan rendszer van, amiben olyan feladatai és olyan hatalma van ezeknek a platformszolgáltatóknak, amik hagyományosan állami feladatok. És azért hagyományosan állami feladatok, mert demokratikus felhatalmazással működnek. Tehát ez itt egy bizonyos fokú magánbíráskodás a szólásszabadság fölött. És bíráskodást az állam csinál, pontosan azért, mert ugye az állam belőlünk van, és ezáltal nem azt érezzük, hogy elnyom minket, még hogyha egy random, vagy hát szerencse, befolyás, akármi alatt kiválasztott cég csinálja mindezt, akkor az nagyon könnyen önkényessé tud átfolyni. És szerintem ez egy következő kérdés témája lesz, hogy például itt feljön az a kérdés, hogy az ilyen platformok, amik oligopol vagy monopol helyzetbe kerültek, és amelyek már szinte már közműnek minősülnek, tehát a média közműnek minősülhet mondjuk a Google, Facebook, meg pár cég együtt, ezekkel mit csinálunk, ezeket lehet államosítani egyáltalán. Nyilván nem lehet egyszerre 190 valahány államba külön államosítani, mert ezek az pont azért lettek nagyok, mert egy platform. Tehát ezt értelemszerűen egy világkormány tudna államosítani, de nyilván közel se vagyunk egy ilyen helyzetben. Szerintem úgy nem kéne ezeket államosítani. A másik módszer az a szétválasztásuk lehet, hogy a földarabolás. Azt már például jobban tudom támogatni. Jó, szerintem nagyjából ennyi. Bár nem mutattam meg a kérdéseket, de ezek szerint tényleg kitaláltátok a következő kérdést. Viszont elkezdte pedzegetni, ugyanmert a megoldásról volt szó, illetve a hogyanról volt szó. És valóban az lett volna a következő kérdésem, hogy megvalósítható-e, hogy az államok, vagy a demokratikusan megválasztott kormányok egyfajta kontrollt gyakorolhassanak ezekre a tech cégekre, vagy a közösségi média platformjaira, illetve egyáltalán jó lenne ez. Az előbb például te pont mondtad Kínát, hogy azt láthatjuk azt, hogy egy nem demokratikus berendezkedésű ország, vagy legalábbis másfajta berendezkedésű ország, inkább mondjuk így, mint Kína, vagy mondjuk Oroszország is egészen másképp viszonyul ezekhez a tech cégekhez, és mondjuk az ottani állampolgárokat pedig bizonyos platformokra nem is engedik, hanem saját platformokat hoztak létre, amelyeket ellenőriznek. Tehát hogyan lehet azt kivédeni, hogy mondjuk demokratikus országokban legyen egyfajta kontroll, de mégsem jussunk el oda, ahova mondjuk Kína, vagy mondjuk adott esetben Oroszország. Én folytatnám is, mert pont az azonnali megjelent cikkem, az pont hasonló témákkal foglalkozott, és ugye az volt a címe, hogy a 2020-as években csak az döntheted el, hogy kinyom el téged. Ez nem azt jelenti, hogy én örülök, hogy mondjuk elnyomás van. Szerintem az lenne a legjobb, hogyha senki nem nyomná senkit, de azt látni kell, hogy a történelem nem az egyénnek a jólétére optimalizál, és ott vagyunk, hogy olyan komplex rendszereket irányít már az emberiség, amit egyének nem nagyon tudnak fölfogni, és erre az agregáló funkcióért, tehát azért a funkcióért, hogy ezeket kiirányítsa, versenyeznek több szereplők, két legnagyobb ilyen szereplők az államok, meg a cégek. És két ilyen nagyobb utat látunk, az egyiket algoriternek hívtam, ez a Kínához hasonló típusú rendszerek, ahol az állam maga alá gyűri a magáncégeket, és együtt egy ilyen konglomerátumot alkotva, például azzal, hogy a cégek ülésein, vezetőségi ülésein ott ülnek kormánytisztviselők. Tehát ezt az egész infrastruktúrát használva gyűjtenek adatokat az állampolgárokról, és maradnak hatalmon örökké. A másik oldal, ez a nyugati kultúrkör, szerintem ebbe az irányba megy, ezt, amit én kapitalista demokrácia, vagy technológiai demokráciának is lehet hívni. Ez annyiban különbözik, hogy itt is kialakul egy ilyen elit, egy összefonódott állam és tech cégek, de megmarad valamilyen maskarája, erősebb, egy jobb maskarája marad meg a demokratikus választásnak. Nem lesz annyira demokratikus szerintem, mint ami most, tehát egyre kevésbé leszünk demokratikusak, de még mindig demokratikusabb lesz, mint ez a másik algoriter rendszer. Valamint a cégek nem lesznek teljesen maguk alá gyűrve az állam által. De abban meg hasonlít a másik rendszer, hogy itt is a cégeknek a különböző technológiai rendszeren keresztül lehet megvalósítani hát az uralkodást, vagy hát ahogy mondjam, a kormányzást. Bocsi, még mi volt az eredeti kérdés, egy kicsit elvesztem. Hogy lehet szabályozni ezeket
Tehát hogy az eredeti kérdés, igen, a hogyanról és a megoldásról kezdtünk el beszélni, illetve én azt a kérdést tettem fel, hogy hogyan lehet úgy megoldást találni demokratikus országok esetében, hogy kontrollt lehessen gyakorolni ezen közösségi média platformok felett és tech cégek felett, úgy, hogy ne jussunk el oda, igen, ahol például mondjuk Oroszországban vagy Kínában kezelik ezt a helyzetet. És akkor idehozhatom azt, hogy ugye Magyarország esetében, vagy a magyar kormány esetében azért elég sok kritika és vád éri őket, ahogy például a sajtószabadságot értelmezik, és bár ugye a magyar kormány részéről is rengeteg olyan kritika hangzik el, hogy a tech cégek hogyan szólnak bele akár más országok belpolitikájába vagy választásokban, de hát azért viszont a számukra kritikus média felületekkel pedig ugyanúgy járnak el sok esetben, mint mondjuk azt látjuk keleti országok esetében. Igen, azért mindezzel együtt szerintem a magyar kormány, még ha nem is vallja be, sokkal közelebb áll a felfogása a nyugati cégekhez, mint a keleti diktatúrákhoz. Neki se lenne jó, hogyha ezek a nyugati cégek keleti diktatúraként kezdenének el viselkedni. Szóval hogy itt állunk, hogy ez a két oldal verseng a hatalomért, és egyik se jó, szóval én írtam is erről a folyékony demokráciáról, meg igazából az egész demokrácia újra felfedezéséről, hogy hogy lehetne újra az egyén kezébe visszaadni a hatalmat. Kicsit erre a kérdésre vonatkoztatva, én például nagyon gyakori Reddit használó vagyok, és ott ezt úgy oldották meg, a Reddit amúgy kicsit hasonlít az internet hőskorára, tehát hasonló módon működik, hogy úgymond az emberekből, hát ha nem is megválasztott, de az emberek közül aktív felhasználók a moderátorok, és ugyanúgy van moderálás, nem olyan erős szerintem, mint a YouTube-on, de van moderálás, amúgy hasonló dolgok, tehát gyerekpornográfia hasonlókat kimoderálnak, de ezek a közösség tagjai csinálják. És ez már is sokkal kevésbé félelmetes, meg már is sokkal kevésbé kiakasztó közösség tagjai számára, mintha mondjuk a Redditnek a, nem tudom, technológiai felügyeleti divíziója csinálná ugyanezt. Tehát én az ilyen megoldásokban hiszek, de nem látom, hogy e felé haladunk. Viszont ha már választani kell, én mindenképp ezt a kapitalista demokrácia irányba mennék, csak sokkal erősebb szabályozással. Tehát itt rengeteg olyan szabályozási kérdés van, amit meg kell válaszolnunk. Ebből az első azok, amiket már rég meg kellett volna válaszolnunk, tehát a szerzői jogoknak a hogyan működnek, ugye mindenki, vagy sokatok biztos hallott az Elsevier, meg hasonló nagy cégekről, akik lényegében megölik az innovációt azzal, hogy pénzfal mögé rakják az olyan tanulmányaikat, amik amúgy a teljes emberiség számára közkincs. Egy különösen nevetséges eset volt, nyilván ez virális lett, hogy volt egy ilyen cikk, hogy a tudományos folyóiratok egyre drágábbak lettek, egyre kevesebb tudományos folyóirat van ingyen, és maga a cikk az valami $300 került, hogy megnézd ezt a cikket. Tehát nyilván ez önmaga paródiájába fordul már. Az ilyen dolgokat meg kéne oldani. Az olyan dolgokat is, hogy egyáltalán mi a YouTube, mi egy platform, mik egy platformnak a jogai. Amúgy az Európai Unió ezzel kapcsolatban azért hozott pár szabályozást, tehát volt ugye a mémes irányelvként elhíresült kérdés, ahol ott ugye inkább a szerzői jogi dolgok voltak, és volt egy audiovizuális média direktíva, ahol szabályoztak például olyan dolgokat, hogy a YouTube-nak elvileg kötelező lenne valamilyen fair eljárást csinálnia. Az más kérdés, hogy ezt a gyakorlatban nem valósítja meg, de ez már elindult ennek a szabályozása, ez lassú. Szóval első feladatok ilyen dolgok, amiket már ezer éve meg kellett volna csinálni. A második feladat az ennél egy jóval nagyobb szint, tehát az vagy egy szuper EU tudná meghozni, egy sokkal erősebb EU, vagy egy az összes internetet használó államnak a kormánya. Tehát nyilván ez nem működik úgy, hogy mondjuk a magyar kormány azt mondja, hogy már pedig YouTube ezt be kell tanulni, és hoz nagyon komoly szabályozást, a YouTube egyszerűen elmegy innen. Tehát Magyarország még egy közepes Európai Uniós országhoz képest is azért rosszabb helyzetben van, egy kicsi ország vagyunk, aminek élnie kell a meglévő rendszerek, és abból a legjobbat kihoznia, de emellett nyomnia kell az EU-t, hogy olyan hozzon olyan szabályozásokat, ami fair. És a harmadik meg egy ilyen etikai, morális kérdés, amit már ugye korábban is mondtam, ez a oké, hogy most a nyugati kultúrkörnek a elvei érvényesülnek ezeken a platformokon, de mi van, hogyha nem ez lesz? És már pedig látjuk, hogy a jövőben nem ez lesz. Tehát egy olyan normarendszert kéne kialakítunk, amiben az is oké, hogyha nem a nyugati kultúrkör a domináns, és akkor is túl lehet élni, és akkor is jó. Tehát egy fair rendszert, ami minden résztvevőnek fair.
egy ilyet kéne kialakítani, hát erről még nem is álmodom, ez olyan messze van. Láttam, hogy András nagyon sokszor ráncolta a homlokát. Tehát ugye még mindig ott tartunk, ugye a hogyanra és a megoldásra, és ezt pont te kezdted el először pedzegetni ezt a témát, hogy mi is lenne a megoldás. Szóval először is én azt szeretném tisztázni, hogy itt az alapprobléma az nem önmagában ezekkel a tech cégekkel, nem önmagában ezekkel a platform vagy tárhely szolgáltató cégekkel, ezzel az iparággal van. Magával a globális kapitalizmussal van a probléma. Tehát én éppen ezért kapitalista demokráciában nem hiszek, szerintem ez egy lehetetlenség. Tehát egyszerűen tudomásul kell venni, hogy ezek a globális nagyvállalatok régen kiszöktek a nemzetállami keretek közül, ha úgy tetszik, kiszöktek mindenfajta joghatóság alól, és ez nem csak a tech piac, vagy a média piacra, internet piacra igaz. Éppen ezért az első lépés az az, hogy hogyan lehetne megfogni és visszaterelni az emberek ellenőrzését, hiszen a jogi ellenőrzés nem más, az emberek ellenőrzése alá ezeket az óriás vállalatokat. Az már nem nekünk magyaroknak, inkább az amerikaiaknak a feladványa, hogy miután ez a most itt taglalt cégeknek a nagy része az Egyesült Államokban bejegyzett, én csak reménykedni tudok abban, hogy mondjuk jövő januárban megalakul a Sanders kormány, és valóban fel lesznek darabolva ezek az óriás vállalatok, akiknek a PS drukkol, ugye Trump az nem igazán ebben az irányban tekeri a dolgoknak a menetét. Gyere. Bátorkodtam fel is hívni a figyelmüket, hogy lehet, hogy nem járnak jól, hogyha Bernie Sanders-t folyamatosan kommunistázzák 0-24-ben a PS-en. Ez már legyen az ő bajuk. Szóval maga vállalatfeldarabolás az jó részt itt, ezen a területen legalábbis az Egyesült Államok dolga. Ami viszont nemzetközi, illetve európai kérdés, hogy például az offshore paradicsomok, amiknek a felszámolására mindenki esküdözött a 2008-as nagy megijedés idején, és azóta se csinált semmit, hanem vár mindenki a következő krakra, azokkal mi lesz? Ebben az Unió is tehetne hatékony lépéseket, érzem meg Magyarország is tehetne hatékony lépéseket, csak egyenlőre úgy néz ki, és itt van a dolgok nyitja, hogy túlságosan össze van gyógyulva a politika Magyarországon is, meg uniós szinten is a különböző globális nagyvállalatokkal, illetve olyan potentátokkal, akik offshore cégekbe csorgatják ki a betevőt. Az offshore rossz természetesen azért is, mert az adóalapból von el jövedelmet, tehát ha úgy tetszik, a jóléti szolgáltatások látják kárát az offshore virágzásának, de az offshore rossz azért is, mert az offshore-ba kiszökött cégek, azok tipikusan mentesülnek a hatósági szankciók alól. Erre jó példa az, ami a 2000-es tiszai cián szennyezés után zajlott. A bűnös kanadai cég az valamilyen offshore-ba eltűnt, azóta is bottal ütik a nyomát, semmit nem kellett fizetni sem a magyar halászoknak, sem az erdélyeknek, senkinek. Tehát én azt gondolom, hogy először is a globális nagyvállalatok megregulázásával bőven lenne teendő európai, illetve nemzetközi szinten is, az offshore felszámolásával is, és ebben nyilván a belső jognak is lenne tennivalója. Ami specifikusan az internetet illeti, nagyon népszerű természetesen azt mondani, én is azt gondolom, hogy persze ne korlátozzuk, így is vannak egyébként korlátok, tehát jelenleg is vannak korlátok, hiszen interneten is pont erről kezdtük el a beszélgetést, bőven el lehet követni bűncselekményeket. A kérdés az, hogy mivel jár, hogyha a tárhely szolgáltató, tehát az internetes platform, nekem jobban is tetszik ez a kifejezés, az internetes platform szolgáltatói piacon monopól, oligopol helyzetek jönnek létre. Azzal kell szembenézni, hogy ebben az esetben az egész is immáron nem a nemzeti, hanem a globális nyilvánosság gyakorlatilag néhány nagyvállalat kényekedve szerint alakítható. És hogyha a nyilvánosság néhány nagyvállalat kényekedve szerint alakítható, akkor ne legyen illúzió, ezek a vállalatok természetesen más logika mentén, mint most éppen mondjuk a O1G
lista befutó helyeire pályázó politikusok teszik, de ugyanúgy politikai pozíciót akarnak fogni a saját profitjuk érdekében, a saját szabad mozgásuk érdekében. Magyarul, ha monopol, oligopol helyzet van az internetes platform szolgáltatói piacon, akkor a politikát is tudják ezek a cégek befolyásolni. Kettő, kultúra alakító, alapvető kultúra alakító hatásuk van, tehát anélkül, hogy valami sötét szobában összeesküvés szűne bárki, ezek a cégek a saját önmozgásuk, törvényszerűségeik folytán szépen lassan egybe fogják gyúrni az egész globális közönséget. Én nekem borsódzik a hátam minden egyes esetben, amikor nyugati kultúrkörről beszélünk, mert szerintem ilyen nincsen. Lokális kultúrák, nemzeti kultúrák vannak alapvetően, de az a helyzet, hogyha szabadon működik a profit logikájuk a platformszolgáltató piacon működő cégeknek, akkor még nyugati kultúrkör sem lesz, hanem egy hatalmas massza lesz, egy fogyasztó massza, egy olyan fogyasztó massza, aki egyaránt fogyasztja a reklámot és azt a tartalmat, amit saját kénye kedve szerint ez a platformszolgáltató szabadjára enged. Én azt gondolom, hogy miután ennek nem csak gazdasági, hanem nagyon komoly politikai és kulturális veszélye is van ennek az így kialakult helyzetnek, ezért igen, fel kell lépni ezzel szemben. Hatékonyan nemzeti szinten sajnos nem lehet, viszont hatékonyan föl lehessen lépni európai vagy globális szinten pontosan a szuverenitás és a lokális sajátosságok megőrzése érdekében, annak ma, hogy visszakanyarodjak a mondandó elejére, az egyik nagy gátja az, hogy az óriás vállalatok túlságosan is be vannak épülve az európai, illetve globális döntéshozatalba. Tessék megnézni, mi megy Brüsszelben, mi megy a különböző szabadkereskedelmi tárgyalásokon, nem csak az internetes cégek is, a Google is túlságosan be van épülve például az európai döntéshozatalba, de tessék megnézni azt, hogy akár a német autóipar, akár az amerikai biotech cégek milyen nyomást gyakorolnak az európai döntéshozatalra. Tehát ahhoz, hogy korrekt európai szabályozás legyen, először nem a tech piaccal kell foglalkozni, hanem azzal, hogy ezek a globális nagyvállalatok takarodjanak ki az európai döntéshozatal folyosóiról, és egy nagyon komoly lobby szabályozás kellene az Európai Unióban, ami egész egyszerűen lehetetlenné teszi azt a helyzetet, ami jelenleg ott van, hogy mondjuk az Európai Bizottság székházától néhány méterre ott magasodnak azok a házak, amik nyíltan és bevallottan a lobbistáknak vannak fenntartva. Tehát, ha jól értettem, akkor a megoldás, így rövidítve, ugye egyrészt az, hogy legyenek feldarabolva ezek a nagy globális tech cégek, másrészt pedig szülessenek államközi, vagy legalábbis globális jogi megoldások ezeknek a cégeknek a kordában tartására. És ugye ha elhangzik azt, hogy a politikát is tudják befolyásolni ezek a tech cégek, ezek a nagy globális világcégek, akkor kérdezem én naívan, nem gondolhatjuk azt, hogy a politika, vagy államközi szervek, azok jobb döntést tudnak hozni, hogy hogyan is kellene működnie ezeknek a tech cégeknek, vagy egyáltalán hozhatnak ők olyan döntést, hogy magáncégeket ők eldaraboljanak, illetve a politika is tudhatni ezen globális tech cégek által politikai folyamatokra. Ó, hogy ne. Csak éppen van egy óriási nagy különbség. A legrosszabb kormány, vagy legrosszabb parlament is előbb-utóbb valahogyan, valamilyen módon elszámoltatható a választók által. Ha másként nem, például úgy, hogy egy kellően eszes és hataloméhes autoriter vezető azért időnként közleményt kutat, konzultál, nézi a grafikonokat, és hogyha látja, hogy mondjuk nem nyerte el valami az állampolgárok tetszését, akkor másként megy. Ezek a nagyvállalatok, amelyek régen kiszöktek a nemzetállami társadalmi ellenőrzés alól. Értem ez alatt azt is, hogyha ma, igen, itt nagyon helyesen mutatott rá Kádár Barnabás, beszéljük nyíltan, ha ma minden magyar ember azt mondaná, hogy holnaptól nem kívánja igénybe venni a Google szolgáltatását, a Google-on nem történne semmi. Jó, szépen, köszöni szépen, jól megvan a magyar emberek nélkül. Csak arra szeretnék rávilágítani, hogy
bármilyen rossz kormánya, parlamentje van Magyarországnak, ebben az esetben még mindig megvan az esélye annak, hogy valahol az út végén a politikai hatalmat el tudjuk számoltatni. Valahogyan, még ha kacskaringósan is, és nem szép, ideális módon, hogy egy programra szavazok, és utána azt végrehajtja az általam választott képviselő és miniszterelnök, de valahol a történet végén mégiscsak az akaratomat előbb-utóbb érvényesíteni tudom. Globális nagyvállalatokkal szemben pedig még alkalmasint a fogyasztói magatartásommal sem tudom befolyás, elszámoltatni őket nem tudom, és ráadásul, ha a különböző termelő, kereskedő gigacégek, különböző összetudások, kartelek és jobbi csoportok folytán a tudati part is megkarintják, képmutatás azt gondolni, hogy majd a tudatos fogyasztó a döntéseivel a vállalatokat bármilyen módon érdemben befolyásolni tudja. Tehát a válaszom, ha jól értettem a kérdésedet, az, hogy a legrosszabb kormány és a legrosszabb törvényhozás is legalább elszámoltatható. A globális nagyvállalat nem számoltatható el az emberek, a polgárok által. Ez az óriási nagy különbség. És én pontosan tudtam azt, hogy amikor kiállok a PS-nek a színpadára, az egy nettó provokáció. Csak szerintem pontosan erre lenne szükség. Tehát tessék fölébredni, hogy itt nem. Tehát ahogyan másnap Gyurcsány Ferenccel is, még akkor is, hogyha ezt Magyarországról trollkodta meg valaki, mármint a volt miniszterelnöknek a YouTube csatornáját, őt is levették. De tessék fölébredni, hogy egy olyan világ felé tartunk, ahol ismeretlen algoritmusok, adott esetben tőlünk a magyar emberek szándékaitól, akaratától, érdekeitől teljesen független döntéshozók, mágusok szabadon alakítják a politikai, kulturális ízlésünket, ad abszurdum, nagyobb ráhatásuk van a politikai döntéshozatalra, mint azoknak, akik azt hiszik, hogy politikai döntéseket hoznak. Igen, vélhetően a konkrét, tehát a PS esetben ott az újságíró hölgy azt gondolom, hogy hibázott. A szankció, hogy egy magyar, teljesen mindegy, hogy a tartalmát hogyan ítéljük meg, de egy mégis a magyar politikát befolyásoló, még nem is marginálisan befolyásoló politikai YouTube csatornának a teljes tartalmát, ami megkockáztatom az utókor számára is egy érdekes lenyomat az elmúlt 10 év magyar politika történetéről, ezt azért merem így mondani, hogy most tanítok rendszerváltás utáni közjog történetet, és sokszor nagyon nehéz utána menni korabeli hangulatoknak, ezt lehetetlené teszi. Ki hatalmazta föl a YouTube-ot, amit itt nem a PS-sel szúrtak ki. Ki hatalmazta föl a YouTube-ot arra, hogy mondjuk a leendő magyar történelem egy meghatározó időszakának a forrásanyagát eltüntesse? Ki hatalmazta erre fel? Még egyszer. Semmit nem tettek közzé, ami jogtalan, és nem az egyébként közzé nem tett tartalmat távolították el az ártláncról, hanem mindent letöröltek, plusz lehetetlenné tették egy magyar közéleti csatornának bármilyen néven való visszakapaszkodását erre a tárhelyre, és valójában a máshoz fordulás lehetősége nincsen meg. És mondom, az egy nagyon érdekes, nem is annyira politikai, mint kulturális probléma. Joga van-e megfosztania egy nemzeti közösséget egy óriás vállalatnak attól, hogy a saját múltjához hozzáférjen mondjuk 10-20 év múlva. Ezt a kérdést kell feltenni. Hont András ki is vonult ebben a pillanatban. Üdv. Hogyne, gyere csak. Hát nem tudom, hogy te mire jöttél, persze. Szóval lehet, hogy egy ilyen, hogy mondjam, valóban kardélen táncoló helyzet kell, vagy kellett ahhoz, hogy fölébredjen a magyar politikai közvélemény, hogy igen, van egy olyan eset, amikor az igazi konfliktus nem a megszokott szekértáborok között zajlik. Nem arról van szó, hogy az Orbán franchise-nak, vagy az O1G koalíciónak van igaza, hanem van egy kardinálisabb és hosszabb távon ható törésvonal, nevesen,
hogy a globális óriásvállalatok valóban mindent megtehetnek-e társadalmakkal, nemzeti közösségekkel. És ebben a kérdésben kell állást foglalni, és ehhez képest huszadrangú az, hogy a PS által képviselt ideológiáról, propagandáról, tartalomról, bármiről egyébként kinek mi a politikai véleménye, ízlése, stb. Jó, én itt azért nem tudok nem felszólalni, amikor Schiffer András azt mondja, hogy kapitalista demokráciában nem hisz. Én se szeretem a kapitalista demokráciát, de jobb még nincs. Tehát egyetlen típusú demokrácia létezett eddig a világon, a kapitalista demokrácia, a kommunista demokrácia nem volt, fasiszta demokrácia nem volt, feudális demokrácia se volt. Tehát ez igaz, hogy nagyon sok sebből vérzik, de azért eddig felfoghatatlan jólétet és békét hozott. Az más kérdés, hogy most lehet, hogy idáig tartott ez. Hát azért nem mondanám, hogy akkor volt a legerősebb a globális kapitalizmus, hogy lokális kapitalizmusok voltak akkor inkább, de már egy messzire vezető vita. Viszont igen, ez az egyik, amivel mindenképp vitatkoznék. A másik meg ez a kultúra, a cégek kultúra alakítása és globális kultúra kialakítása. Tehát persze ezek a cégek globális kultúra felé nyomják a fogyasztókat, de a világ is alapból erre megy. Tehát még a cégek nem is erre nyomnák, végignézzük a történelmet az elmúlt 50 ezer évben, akkor a lokálisból megyünk a globálisba. A transportáció, az információ áramlása egyre inkább globális, ennek a vége egyértelműen egy globális kultúra. Ezt persze lehet lassítani, meg lehet őrizni a lokális kultúrákat, és meg is kell őrizni, mert van bennük érték, de hosszú távon, 1000 év múlva, 10 000 év múlva, ha lesz emberiség, annak egy globális kultúrája lesz. Lehet, hogy majd több bolygón lesz, akkor majd azoknak különböző kultúrája lesz, de amíg egy bolygón vagyunk, addig egy darab kultúra lesz. Igen, és ugye jó ez nekünk? Nem tudom, hogy jó ez nekünk. Sok baj is van vele. Valami, tehát mondjuk mit tudom én, például annak, aki most nagyon szegény és el van nyomva, annak valószínűleg remélem jobb lesz. Annak, aki mondjuk most jól él és vannak demokratikus szabadságjogai, annak lehet rosszabb. Tehát most nekünk magyaroknak, én nem tudom, hogy pont ezen a skálán hol helyezkedünk el, hogy nekünk arányában jobb vagy rosszabb lesz, mind a kettő benne van. Tehát nem értékítéletet akarok erről mondani, csak azt mondom, hogy ebbe az irányba haladunk. És aztán az múlik rajtunk, hogy ebből a lehető legtöbbet hozzuk ki. És akkor az elszámoltatás. Hát igen, az elszámoltatás az csak úgy működik ilyen cégek esetében, hogyha politikai nyomást helyezünk rájuk, hogyha kényszerítjük őket. Tehát az elszámoltatási lánc úgy működik, hogy nekem bajom van a YouTube-bal, az amerikai felhasználónak is bajom van a YouTube-bal, mind a ketten nyomjuk a saját kormányzatunknál, aztán mind a kettőnk kormányzata ezt szabályozza. Ez nyilván egy nagyon aránytalan harc, mert a YouTube ezt nagyon könnyen ellen tud támadni. Mondjuk például, hogyha Google-ön szeretnénk megosztani azt az információt, hogy miért nem jó a YouTube, és a Google letiltja annak a találatát, hát igen, akkor az egy problémává válik. Éppen ezért szerintem vannak olyan részei ezeknek a nagyvállalatoknak, szerintem Google keresője az egy kicsit ilyen, aminek olyan általános feladata van, ami már az emberiség közös kincse. Tehát arról van szó, hogy milyen információt találsz meg az interneten. Ez egy olyan dolog, amit teljesen bias, vagy hát ilyen részrehajlásmentesen kell tudni szolgáltatni. Csak ezzel meg az a probléma, hogy a Google-nek a bevétele ugye ebből származik. Tehát és nyilván ezt a részt nem fogja engedni. Mert azért azt is érdemes elmondani, amellett, hogy ugye most azért folyamatosan szígyük ezeket a nagyvállalatokat, hogy azért nagyon sok szolgáltatásuk kifejezetten jó, és ingyen adnak nekünk olyan dolgokat, például mondjuk a Google Docs-ot tudom említeni, ugye korábban csak ez a Microsoftnak volt ez a Word, meg Excel, meg ezek a szolgáltatásai, ezt, hogyha az ember nem lopta el, nem kalózverziót használt, akkor ezek nagyon sokba kerültek, és hogyha akartam írni valamit, és szerettem volna mondjuk rajta egy helyesírás ellenőrzést, meg szép formázást, akkor vagy megvettem ezt a szoftvert, vagy lekalózkodtam, vagy nagyon sokat szenvedtem egy TXT editorban, hogy ezt megcsináljam. Most például a Google ezt ingyen elérhetővé teszi, és ezt úgy tudja elérhetővé tenni, hogy egyéb dolgainkat monetizálja, ugye leginkább az adatainkat, a preferenciáinkat. Tehát azért hoztak ezek a cégek olyan innovációkat, ami amúgy mindenkinek jó lett, de közben egy olyan oligopol-monopol helyzetet tettek szert, ami viszont már veszélyes. A Sanders kormány, meg nem tudom, hogy lesz, én is örülnék, ha lenne, de én nem látok rá túl nagy esélyt, sajnos. Szóval az antagonisztikus világnézeti vita, ha van, akkor ott van közöttünk, hogy én azt látom,
hogy jelenleg nem úgy működnek a nyugati demokráciák, hogy én fogom és a demokratikus hatalom által elszámoltatom a nagyvállalatokat, hanem fordítva, és ezért tagadom azt, hogy létezik, vagy egyáltalán értelmes dolog-e kapitalista demokráciáról beszélni. Tudnék, arról van szó, hogy tessék megnézni egyébként az amerikai elnökválasztási kampányt, a nagy vállalatok tartják kézben a politikai irányítást. Ez mitől demokrácia? Az, hogyha valakinek nagyobb a profitja, akkor nagyobb beleszólása van a közösségi ügyek intézésébe, az mitől demokrácia? Azért, mert eljátsszuk. Amikor ezek a nagy vállalatok próbálnak arányosan adni pénzt mind a demokrata, mind a republikánus jelölteknek, nem csak elnökválasztáson, kongresszusi választásokon is. Ez mi, hanem a demokrácia meghekkelése. És mi történik az európai döntéshozatalban? Akkor, amikor működik a forgóajtó rendszer, az igazgatóságok, meg a bizottság, illetve különböző globális nagyvállalatok csúcsapparátusai között. Ezért humoros, amikor az Európai Unió jogállamisági kritériumokról beszél, mert szerintem először a saját házatáján söprögesse. Azt, hogy tessék egy olyan korrekt lobby szabályozást alkotni, ami meggátolja azt, hogy valaki olyan legyen mondjuk a bizottság etikai főfelelőse, erre volt néhány évvel ezelőtt példa, aki éppen egy nemzetközi ügyvédi iroda lobbistájaként próbál döntéseket kiharcolni az európai döntéshozatalban. És még lehetne hosszan sorolni az elmúlt 10 évből a sztorikat a brüsszeli folyósokról. Szóval én azt gondolom, hogy a kérdés pontosan az a jövőre nézve, a demokrácia jövőjét nézve, hogy sikerül-e feje tetejéről a talpára állítani a rendszer, tehát hogy az emberek tudják ellenőrizni a globális kapitalizmus szereplőit, vagy továbbra is az óriás vállalatok ellenőrzik a demokratikusnak hazudott intézményeket. Ez az egyik. A másik, szóval én lehet engem ugyan marxizmussal vádolni, de az a helyzet, hogy én az ilyen lineáris történelmi szemléletben nagyon nem hiszek. Tehát az, hogy így ilyen egyenes vonalú egyirányú mozgással halad az emberiség valami végső cél felé. Hát régen a kommunizmus felé, most a globális kultúra felé. Szóval én nem tudom, tehát nekem a képzeletem ezt nehezen fogadja be, de mit tudom én. Szóval egy, kettő. A rossz hírem pedig az, hogy miután az egész bolygót, persze, hogyha valaki föltalál egy másik bolygót, az nyilván egy új helyzet, alapvetően változtathatja meg az én világnézetemet is. Nem tartunk itt. Marsra. Oké. Okay. Hát mármint, hogy ott lehet-e élni, én nem tudok róla, hogy lehet, de hogyha valaki kipróbálja, akkor szívesen megyek utána. Oké, okay, akkor majd 10 év múlva erről beszélgessünk. Szóval az a helyzet, hogy jelenleg a dolog úgy áll, hogy a földi létet komolyan fenyegeti egy komplex ökológiai válság, és a földi létezést, a természeti erőforrásokat alapvetően lokálisan lehet megvédeni. Lokális cselekvésre pedig akkor képes az ember, hogyha fönnmarad a lokális, hagyd ne mondjam, a nemzeti öntudat. Tehát a kulturális és az ökológiai megmaradása szorosan összefügg. Ezen föl lehet háborodni, csak az elmúlt évtizedek is arról szóltak, hogy hatékonyan szembeszállni például a gigacégek természetpusztító projektjeivel szemben valójában soha nem globális fórumon lehetett, hanem akkor, hogyha a helyben élők között elég erős volt a kohézió, és elég nagy volt ezért a kitartás. Ott, ahol nincsenek helyi közösségek, vagy elszeparált és atomizált egyének sokasága létezik, hogy soha nem tudnak az emberek kiállni a saját életviláguk megóvása érdekében. Ez a helyzet. Magyarul én nagyon nem szeretnék egy globális kultúrában egy világkormány által kormányzottan élni, ugyanakkor a globalizáció az nem szeretem kérdés, ténykérdés, globalizáció van. Innentől kezdve mondtam azt a paradoxon néhány körrel korábban, hogy a lokalitást, a szuverenitást pont nemzetközi fellépéssel, európai fellépéssel, európai és globális eszközökkel lehet érvényre juttatni. Nem hiába a Jövő Klub keretén belül beszélgettünk itt távlati jövőt érintő kérdésekről is. Mivel lassan lejár az időnk, szeretném megkérdezni a véleményeteket arról a formán, hogy Brüsszelről, vagy amikor az amerikai elnökválasztásról szó esett, hogy ugye nemrégiben a Facebook alapítója, Zuckerberg úr, az Brüsszelben járt, és több uniós vezetővel is beszélgetett. Többek között azt elmondta, hogy hát szükség lenne
közösségi platformok az internet szigorítására, ott elsősorban hogy a dezinformációk terjedésére gondolt, vagy mondjuk a gyűlöletbeszéd visszaszorítására. És egy másik szereplő, aki szintén érdekes ebben a kérdésben, ugye Soros György, aki gyakran ér Magyarországon, vagy mondjuk nagyvilágban is az a vád, hogy ő befolyásolja más országok belpolitikáját, gazdaságát. Ő pedig ugye arról beszél, hogy Zuckerberg urat el kellene távolítani a Facebook éléről. Az egyik vágya az például pont az, hogy a Facebook az beleszólhat az amerikai elnök választásba, ami Donald Trumpnak kedvez. Még hozzáteszem, hogy ezzel azért mondhatjuk azt, hogy Soros György kritikájának egy része, az mondjuk rémel arra, ami miatt most itt Magyarországon is például a közösségi platformokat kritizáljuk, de ugyanakkor meg érdekes, hogy már Zuckerberg részéről is elhangzott egy idézőjelbe tenném önkritika. Jó, hát először erre a konkrét kérdésre, hát a Zuckerberg az moshatatlan, tehát hogy ő ugye azért azt lehet látni, hogy a Facebook az eléggé valamilyen rolleren, tehát nagyon rossz helyzetben van az utóbbi időszakban, egy PR katasztrófa minden, amihez nyúlnak, ugye kezdve a Cambridge Analytica-tól, a különböző politikai hirdetésekig, amúgy sokkal rosszabbul csinálják, mint például a Google, Microsoft, meg egy csomó másik cég, és most erre a legújabb módszerük az volt, hogy a Zuckerberg ezt az egész körútját azzal indított, hogy a Facebookon írt egy felhívást arról, hogy ő egy még emberibb, még szabadabb Facebookot szeretne. Ez valójában arról szólt, hogy az a kultúrkör, amit ő szeret, annak az értékeit ő megvédi, és az egyéb érdekeket pedig le fogja nyomni az emberek torkán. Szóval ez a saját világképének a propagálása, és pár ilyen látszatintézkedés, hogy a hozzá nem értő felhasználó azt gondolja, hogy innentől több hatalma lesz a saját adatai felett. Egyszerűen az érdeke a Facebooknak az, hogy a felhasználó minél több időt töltsön ott, és minél kevesebb kontrollja legyen a fölött, hogy mit csinál, lehetőleg olyan tartalmakat nézzen, amiből sok pénzt tud szerezni a Facebook hirdetések révén. Szóval ez... Zuckerberg azt csinálja, amit el lehet várni tőle. Ezt a Soros György dolog, hát nagyon szomorú, hogy Magyarországon ez így példa. Ebben a kérdésben akkor egyetértek Soros György, hát ez nagyon, nagyon veszélyes, hogy a Zuckerberggel valamit kezdeni kell, de szerintem lényegtelen, hogy Soros György mit mond. Ugye ő is azért annak a kultúrkörnek a része, aki elég erősen értekelt bizonyos status quo-beli fennmaradásokban, tehát nyilván, hogy mondjam, mindenképp részrehajló. Szeretnék viszont reflektálni azokra, amiket Schiffer András mondott. Itt ugye fölmerült ez, hogy megint csak ugye a kapitalizmus rossz irányba tart, de itt megint védeném a becsületét, hogy igen, rossz irányba tart, de mi az alternatívát? Történelmi szinten, évtizedekre visszanézve, vagy évszázadokra visszanézve, mi az alternatíva? Mielőtt ez a pénz alapú rendszer volt, előtte hatalom és agresszió alapú rendszer volt. Tehát az volt, az nyert, aki erősebb. Ezt most sikerült átfordítani a pénz világára, ami még mindig nem jó, de egy fokkal jobb, mint ami a középkorban volt. Tehát egyenlőbbek vagyunk, mint a középkorban volt. Igen, a másik, ez ennek is biztos nagyon fog örülni, ez a lokális öntudat. A lokális öntudat az nagyon jó egy-egy kisebb ügy mentén, mondjuk, hogyha egy környezetkárosító dolog történik egy helyen, ha összefog a közösség, akkor lehet valamit ellene kezdeni. Például Amerikában én a szakdolgozatomat ebből írtam, a CEUN, ez a anti-fracking, tehát ez a új típusú palagáz kitermelési módszerek elleni állampolgári fellépést vizsgáltam Amerikában, Lengyelországban, meg Franciaországban. Ott igenis el tudott érni jelentős eredményeket, főleg Franciaországban, többek között azért, mert erősebb ott a civil jelenlét. Szóval ezekre jó, de a nagy problémára, a globális felmelegedésre ez nem elég. Tehát persze elég, hogyha mindenhol ezt minden ember megcsinálja, de amíg a termelést áthelyezi a adott cég egy másik helyre, a harmadik világba, és ott szennyez, akkor ugyanúgy meg vagyunk lőve. Szóval a lokális cselekvés szerintem nem elég, szerintem minél nagyobb léptékű EU, de akár globális szinten megcsinált törvényekre van szükség, ilyen például a carbon trading, meg tehát szénadónak a bevezetése, rá kell kényszeríteni a vállalatokat, hogy ne csak a piaci logika alapján, hanem egy ökológiai logika alapján is kötelező legyen működni nekük. A vállalatok csak egy dologból értenek a pénzből, ha drágává teszik nekik a szennyezést, akkor nem fognak annyit szennyezni. Ezt amúgy az egészet el kéne kezdeni azzal, hogy
be kéne vezetni, ami úgy tudom, az EU már dolgozik rajta, de biztos nem lesz tökéletes, egy egységes rendszer. Tehát én, amikor vásárolok, bemegyek egy boltba, fogalmam nincs, hogy mondjuk a két egymás mellett lévő ugyanolyan termék, az mennyi szennyezéssel járt. Jó, valószínűleg tudom, hogy például a magyar termék az valószínűleg kevesebb szennyezéssel járt, mert nem utaztatták át a fél világon, de hogy azon belül melyik magyar termék, azt nem tudom. És erre kéne egy egységes szabályozás, hogy földhasználat, levegőhasználat, karbonkibocsátás szempontjából ez mennyit szennyeztet. Kéne egy karbonindex, vagy hát egy környezeti index mondjuk 1-től 10-ig. Tehát valami nagyon egyszerű, mint a felhasználó is ért, és akkor már működhetne az, hogy a felhasználó is valamilyen szinten fogja tudni kényszeríteni a cégeket. De az igazán nagy változás az akkor lesz, hogyha olyan törvényeket vezetünk be, ami rábírja ezeket a vállalatokat, hogy változzanak. Némileg elkanyarodtunk a témától, de András. Mindjárt reagálok arra, csak először a te kérdésedre. Szóval kénytelen vagyok visszakérdezni. Mi a faszt keresnek amerikai milliárdosok Brüsszelben? Szerintem ez az igazi kérdés. Mi? Akár Zuckerberg vagy Mr. Soros mit keres Brüsszelbe? Szerintem erről kéne először a brüsszeli hivatalnokoknak számot adni. Pontosan erről a problémáról beszélek, hogy a dolog nem a platformszolgáltató piaccal, nem a klímaváltozással, stb. Kezdődik, hanem azzal, amikor multimilliárdosok meghekkelik a demokratikusnak nevezett intézményeket, legyenek azok szupranacionális demokratikus intézmények, mint az európai. Tehát ez az alapprobléma, hogy miért gondoljuk természetesnek, hogy akár Zuckerberg, akár Soros, akár melyik amerikai milliárdos a szabadon lobbizgathat, tárgyalhat és oszthatja az észt a brüsszeli folyósokon. Ez miért természetes? Mi köze van hozzá? Hát itt most bárki a közönségből oda megy, mondjuk Münchenbe volt most ez a biztonságpolitikai fórum, akkor ott tudja lapogatni a különböző elnökök és miniszterelnökök hátát. Mert ezt láttuk, legalábbis a Facebookon ez jött szembe, biztos ez Zuckerbergnek volt a visszavágása, de én ezt nem gondolom normálisnak. Tehát ez az egyik. Tehát továbbra is azt a dilemmát kell kitenni az asztalra, hogy meddig engedhető az meg, hogy akár nemzeti, akár európai szinten multimilliárdosoknak plusz befolyása legyen politikai folyamatokra. És soha ne feledjük el, hogy akinek egyik pillanatban úgymond politikamentes gazdasági érdekei vannak, annak a következő pillanatban ebből szervesen következően kőkemény politikai érdekei is lesznek. De Sorosról nem lehet már értelmesen beszélni Magyarországon, mert a kormánypropaganda teljesen idiotizálta az egész kérdést, de ettől még a probléma az van. A probléma itt volt akkor is, amikor ennek Orbán Viktor és a Fidesz haszonélvezője volt 88-89-ben. Ez akkor is probléma volt. Meg most is. És erről nem csak Magyarországon és nem csak jobb oldalon beszélnek, nem tessék megkérdezni mondjuk a svéd balpártnak a képviselőit. És el fogják mondani ugyanezt. Amit viszont most itt hallottam Kádár Barnabásról, szóval csak három téma. Az egyik, hogy mennyivel jobb mióta demokráciák vannak, mert milyen, már bocsánat a kifejezésé, szar volt az élet annak előtte. Hát hogyne. Az a helyzet, hogy demokráciák nevében most akkor abba a történelmi vitába nem menjünk bele, hogy a két világháború mennyiben demokráciák következménye volt, vagy sem. Nézzük csak, hogy mi folyik 45 óta demokráciák, sőt, a demokrácia export jegyében. Mikor demokráciák úgy gondolják, hogy mondjuk ritka fémekre van szükségük, akkor elnököt buktatnak Dél-Amerikában, kiirtják védett fajoknak az élőhelyét Kongóban, és a többi. Ugye? Amikor demokráciák úgy gondolják, hogy nekik jó zsíros bizniszre van szükségük a kínai diktatúrával, ha már itt negatív példaként hoztuk föl, teljes joggal, akkor szemet hunynak a fölött, hogy a kínai diktatúra mondjuk vallásuk miatt megkurcolt emberek szerveivel kereskedik. Akkor nincsenek emberi. Vagy akkor, amikor mondjuk az egyik amerikai hatalmasnak a saját
a olajbizniszből a politikába átlényegült amerikai hatalmasnak a, azért nem teljesen megszakadt olajérdekeltségeinek a bővítésére vagy helyzetének javítására van szükség, akkor a demokrácia jegyében, természetesen azóta ezerszer megcáfolódott indokok alapján háborút lehet indítani Irakban, ugye? Érdekes módon Tony Blairt még senki nem hurcolt a Hágába, hol ott igény volna rá, azt gondolom. De mondhatom azt is, amikor a demokrácia jegyében ki lehet robbantani a demokráciát annyira Kijevben, hogy utána véletlenül a regnáló, akkor is, csak az már a már következő amerikai alelnök fiacskája zsíros állásra tesz szert. És hogyha ezt bolygatni merészeli valaki, az természetesen a nyitott társadalom ellensége. Szóval ne játsszuk ezt. Ne játsszuk ezt. A globális nagytőke által irányított demokráciát legalább annyi halált, szenvedést és környezetpusztítást okoztak a bolygón, sőt többet, mint egyébként a feudális hatalmak, egész egyszerűen többre volt lehetőségük. És akkor még odáig nem is mentünk el, hogy persze a szovjet meg a kínai környezetpusztításról, főleg a Csernobil film árnyékában órákat lehetne még beszélni, de szintén a demokráciák egyében nézzük már meg, hogy az Amerikai Egyesült Államok hogyan szennyezte el a csendes óceánnak egy jókora részét atomkísérletekkel. Nézzük meg, hogy a felvilágosult francia demokrácia hogyan csinálta ugyanezt a Mururoa-zátonynál. Nézzük meg, hogy a felvilágosult amerikai demokrácia milyen hatalmat szabadított rá a chilei népre 1973-ban. Ezekkel el kéne számolni. El kéne számolni azzal is, hogy az amerikai élelmiszeriparnak a profitészsége az hány helyen a világon öli meg a tájfajtákat. És akkor rögtön elérkeztünk a második vitaponthoz, ami a lokalitást illeti. Nem akarok mélyebben belemenni, csak annyit mondanék, hogy a hagyományvesztett ember a legmanipulálhatóbb. És az a világ, amit itt felfestett, tehát hogy egy globális kultúra van, vegyük tudomásul, az a hagyományok kiirtásához vezet. Tehát az a kicsi, aprócska, mikroszkopikus lépés, amit most a YouTube tett a PS-sel, nem véletlenül beszéltem arról, amiről az imént, az lehet gyakorlatilag teljesen súlytalan. A PS politikai ellenfelei ennek akár örülhetnek is. De ha próbáljuk a nagy kép részeként nézni, mégiscsak arról szól a történet, hogy a saját, mondjuk, hogyha 10-20 év múlva, ha már ilyen időutazást szerető ember ül mellettem, 10-20 év múlva lévő önmagunkként tekintünk vissza a 2010-es évekre, hát a saját hagyományainktól foszt meg minket. Azokat is, akik utálják a PS-t. Azokat is, akik szeretik, meg azokat is, akik közömbösek. Ez a helyzet. És a hagyományt vesztett ember kevéssé tudja, hogy mi az, amit a saját életvilágából meg kell őrizni. És ezért tud kevéssé kiállni a saját életvilága védelmében. Harmadrészt. De az elmúlt egy évben megszoktam, hogy a liberális zöldrefestés az a klímaváltozással kezdődik és ér véget, de szeretném újulag fölhívni a figyelmet arra, hogy nem pusztán globális felmelegedés van. A globális felmelegedés az egy ökológiai válságnak, egy ökológiai katasztrófának az egyik megnyilvánulása. Tehát amitől én teljesen behaltam nyáron, amikor ezerrel a magyar platformokon is elindult az, hogy akkor műanyagmentes, nem tudom, február, július, akármi, és aggódunk a klímáért, jöttek a nagy tudományos, technológiai, ergo teljesen objektív és elfogulatlan elemzések arról, hogy majd a műanyag marha, meg a génmanipulált cuccok megmentenek minket. Sőt, odáig ment az egyik cikk, az egyik magyar internetes újság, nem a jelenlévők által szerkesztett internetes újság részéről, hogy hát végül is a globális felmelegedésért azok a felelősek, akik nem engedik a GMO-s cuccokat elterjeszteni az egész világon. Hát az egész lovardaló ki, nem csak a lóláb, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem jegyében szabadon lehet nyomulni például az élelmiszerterrorista világcégeknek. Tehát hello, itt
nem pusztán globális felmelegedésről van szó. Hagyjuk már abba. Vagy szembenéz valaki azzal, hogy egy ökológiai válság van, amit pont a neoliberális politika idézett elő, vagy pedig, hogyha ezzel nem néz szemben, akkor továbbra is büszkén lovagoljon a neoliberális lován. Esetleg, hogyha karbonadót akar bevezetni, nem árt, hogyha utána néz annak, hogy legalábbis az előző ciklusban az ALDE-t hány olyan cég szponzorálta, amelyiknek nem biztos, hogy jót tesz egy karbonadó, de nyilván minél többen követelik ezt Európában, annál jobb. Sajnos azt kell mondanom, hogy végéhez jártunk a mai eseménynek, illetve hát még ha vannak kérdések, akkor most lehet kinyitni ezt a topikot. Van eset? Csak annyit még hagyd kérdezni, hogy van-e esetleg mástól majd kérdés? Akar-e még valaki kérdezni? Ha nem, akkor... Akkor engedjük meg Barnabásnak, hogy reagáljon. Jó, csak akkor még egyszer rögzítsük, tehát ami a konkrét, és aztán átadom azt, hogy a konkrét esetet illeti. Tehát szeretném egyértelművé tenni, hogy az, hogy akár a konkrét esetben is a YouTube valamilyen szankciót alkalmaz, még ha nem is nyilvánosságra hozott tartalomról van szó a PS-sel szemben, ez általánosan önmagában én nem kifogásom. Nem kifogásom. Tehát az, hogy adott esetben ez beleütközik a feltételeibe, ha beleütközik a feltételeibe, akkor a cégnek van szankcionálási joga, ezt én nem vitatom. Itt most túl azon, már csak a szankció súlyán illenék azért különbséget tenni nyilvánosságra hozott és nyilvánosságra nem hozott tartalom között. Itt arról van szó, hogy meg sem indokolja a döntését, és térben, időben, korlátozás nélkül kizár egy szereplőt a szolgáltatás igénybevételéről. Na, ilyen nincsen. Ilyen nincsen. És ez elfogadhatatlan, és hogyha e fölött bárki pusztán a politikai ízlése miatt, mert gyűlöli a PSR, mindenkinek szíve joga van, szemet húny, akkor előbb-utóbb elkövetkezik az a világ, amikor valóban ezek az ismeretlen algoritmusok szabadon játszanak a kulturális és politikai ízlésünkkel. Ez forog kockán. Tehát ez a történet baromira nem a PS-ről szól, erre szerettem volna csak felírni a figyelmet. Igen, jó, hát akkor szerintem ezzel meg is válaszolod. Szerintem is amúgy hasonló dolgok történtek, nem hiszem, hogy itt a CEO leszólt volna, hogy hát igen, a PS az egy jobboldali lap, és akkor ezt most gátoljuk, hanem összegyűlt valamennyi. Ettől függetlenül igaza van Schiffer Andrásnak abban, hogy erre nem kéne, hogy legyen lehetősége egy cégnek, főleg nem, tehát itt az arányosság is, tehát azért nem értek a joghoz, de azért valaki mondjuk ellop egy szalmaszálat, akkor nem veszik el a házát. Tehát, hogy nyilván nem tökéletes analógia, de sokkal nagyobb volt a büntetés, mint amit elkövettek. Viszont szeretnék pár dologra csak tényleg nagyon röviden válaszolni. Ami ezeket a kritikákat illeti, a kapitalizmus és a kapitalista demokrácia kritikája az elmúlt 100 évben, vagy elmúlt 50 évben, ezekre teljesen egyetértek. De nyilvánvalóan itt nagyon sok visszaélés történt, és ezeket én sem vitatom, én csak azt mondom, hogy ezen, tehát a kritikán túl kell lépni, és mit lehet helyette? Tehát az egy dolog, hogy Schiffer András szerint meg amúgy sokak szerint egy baloldali irányba, vagy egy
lokális és a nemzeti hagyományokat tiszteletbe tartóan, de közben mégis nagyobb egyenlőségpárt irányba kell ezeket szabályozni, de ez kevés, tehát hogy mi lesz helyette, ezt sose tudom meg, és szerintem erről kéne beszélni, hogy hogy néz neki az a rendszer, amiben az egyénnek jó, az egyén a lehető legtöbb szabadságát megéli, és nem ott vagyunk, hogy mondjuk teljes kommunizmus van. Tehát nyilván nem ezt gondolják a mostani demokrácia a kritikusok is se, de ettől még ezt kéne kitálni, és ezért kezdtem például a cikkemben is ezzel a folyékony demokráciával, meg amúgy is ezzel foglalkozni, mert gondolkodni kéne, hogy tudunk előrelépni, és abban igenis ellentét van közöttünk Schiffer Andrással, hogy szerintem több dolgot meg kell tartani a kapitalizmusba, mint ahogyan ezt ő gondolja. Szerintem több olyan dolog van, ami az agressziót igenis csökkenti, és más mederbe tereli, ez se jó meder, de szabályozással meg lehet oldani, és a GMO-ban meg nem akarok belemenni, de szerintem a GMO tudományosan alátámaszthatóan hoz előnyöket a társadalomnak. Ez nem azt jelenti, hogy az összes GMO ilyen, tehát van például, amit a Monsanto csinál, az például nem jó, de ettől függetlenül nem lehet a kutatásfejlesztést azzal lekorlátozni, hogy azt mondjuk, hogy ez valami Istentől, Isten ellenes, valami teljesen emberiség ellenes dolog. Szóval én a GMO-kat így nem vetném el, mert igenis van bennük iszonyat nagy lehetőség, amit szerintem az emberiségnek ki kell használni. Ez már egy másik témája, viszont sajnos itt a vége ennek a mai beszélgetésnek. Én szeretném megköszönni a vendégeinknek, hogy itt voltak, vitatkoztak és beszélgettünk, illetve szeretném mindenkinek megköszönni, aki részt vett ezen a mai eseményen. Annyit el kell mondanom, hogy magát ezt a videót visszanézhetik majd szombaton a Jövő TV honlapján, illetve vasárnaptól már a Jövő TV YouTube csatornáján is meg lesz osztva. A beszélgetés visszanézhető és megosztható. Még egyszer köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltak, és hát nyugodalmas ősszel kívánok, illetve hát koronavírusmentes napokat.